A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 29-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a határon túli magyar irodalom napjaival és a Nemzeti Gyásznap szimfonikus koncertjével várom Önöket. Tartsanak velünk! A Vörösmarty Társaság idén újra megrendezte hagyományos találkozóját, a határon túli magyar irodalom napjait. A rangos eseményre Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek költők és írók. Isten, haza, család és helyzetjelentések külhombolt címmel immáron 23. alkalommal találkoztak a Vörösmarty székházában a határon túli magyar irodalom napjain Székesfehérváron a hazai és a külhomból érkezett írók és költők. Végtelenül nagy öröm ez nekünk, hogy a Vörösmarty Társaság az évben legfontosabb rendezvényét mindig ilyen csodálatos emberekkel tudjuk ünnepelni egyúttal, persze emlékezni is, mint köztudott a határon túli magyar irodalom napjai, most már hosszú évek óta mindig október 6-a környékén voltak, úgyhogy közösen tudjunk emlékezni az aradi vértanukra. Most az ismert körülmények között ez elmaradt, úgyhogy november első napjaira szerveztük meg ezt a találkozót, és hát így beleesik a másik gyásznap, november 4-e. Ennek a szellemiségének szolgálunk talán azzal, hogy a konferencia témája a Isten, haza, család. És hát ez azt hiszem, hogy egyértelművé teszi minden várakozó számára azt, hogy nagyszerű előadásokat fogunk hallani, és felemelő előadásokat. És hát azzal a bizakodással, hogy akik hosszú-hosszú évek, évtized most már, több mint két évtized eljönnek hozzánk határon túlról, azok ugyanolyan örömmel feltöltődve fognak hazamenni, és tovább erősítik ennek a városnak és a Vörösmarty Társaságnak a jó hírnevét határainkon túl. Nagyon-nagyon bizakodó vagyok, hiszen a legfontosabb segítséget kaptuk meg ehhez a bizakodáshoz és ennek a rendezvénynek a megszervezéséhez, azt nem föntről, vagy nem innen a földről. Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjében örömének adott hangot, hogy Székesfehérvár és a Vörösmarty Társaság a Magyar Irodalom központi helyeként ismét otthont adhat a találkozónak. A város számára is egy kitüntetését köszönet a Vörösmarty Társaság elnökségének, Vörösmarty Társaság tagságának, hogy gyakorlatilag így egy pár napra Fehérvár lesz Magyarország irodalmi fővárosa. Itt mi az, amit nyilván az ember elgondolkodik, hogy mi az, ami összeköthet bennünket, és mivel területileg ugye szabdalt magyarságról beszélünk, hát mindenféleképpen a közös gondolat, a közös írásbeliség, a közös szó, a hazaszeretet, tehát ezek mind-mind alapjai, hogy a határon túli magyarok újból egy irodalom szerető és értő közösséget alkossanak. A rendezvény első napján egy kerekasztal beszélgetés keretében Szidiropulosz Archimédesszel, Kolconai Katalinnal és Domonkos Lászlóval a trianoni szemléről Bobori Zoltán beszélgetett, majd a résztvevők Horváth Júlia Borbála a Szociográfia műfaj elfeledettségéről és szükségességéről című előadását hallgathatták meg. Ezt követően Kondor Katalin moderálásával egy újabb kerekasztal beszélgetésen vitatták meg a határon túli magyar irodalom helyzetét. Alexa Károly, aki fél évszázada segítője és támogatója a határon túli irodalomnak, első ízben vett részt a találkozón. Magáról a helyről egy szót hasszoljak, én soha nem voltam még itt ilyen alkalommal. Tehát első megjelenésem ezen az alkalommal, ebben a sorozatban, Székesfehérváron. Ugyanakkor viszont legalább 50 év óta együtt élek én is azokkal a
eszmékkel, szerzőkkel, gondolatokkal, amik határon túli magyarokat jellemzik, és ami az ő tulajdonuk, és a most már közös nemzeti tulajdon. Hát az a alap szlogenje a mai összejövetelnek, amit hallunk, az hát mindent megmozgat, mert minden belefér. De pontosan az fér bele legelsősorban, hogy az együttlét, ami kölcsönösen erősíti egymást, kintiek a bentieket, bentiek a kintieket, ami tényleg a műveknek jegyében vannak, és tényleg ebbe egy olyan fajta konzervativizmus, olyan fajta értékőrzés nyilvánul meg, ami a mai világban nem is pótolhatatlan, egyszerűen olyan hiányzik, amit minden lehető alkalommal támogatni kell, szeretni kell, gyarapítani kell. Ez a fajta eszmekör vagy érzéskör nélkül egy mindenfelül fenyegetett kis nemzetnek, legyen az bármelyik kis nemzet, a léte forog napról napra, szinte óra-órára veszélyben. Tehát minden alkalmat, ami erről beszél, ami erről szól, ami annak jegyében össze tudunk jönni, mi magyarok 10-20-30-an többen, azt meg kell becsülnünk, és azt valóban úgy kell szolgálnunk, minden pátosz nélkül mondom én ezt, hogy talán még a gyerekeink utódaink számára is ez tanulságos lehessen. Megerősítést nyert, hogy a kiválasztott alap az Isten Haza család jegyében megrendezett rendezvény sokat jelent, hangsúlyozta Domonkos László, aki a kerekasztal beszélgetésen is a trianoni történések megismerésének fontosságát emelte ki. Megmondom őszintén, amikor először meghallottam, hogy ez lesz a középponti témája az idei találkozónak, én nagyon megörültem, mert ez egy ilyen hála Istennek hangulatot eredményezett, tehát nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon ideje már, hogy ez középponti témává válik, mert én úgy gondolom, hogy az irodalom az alkotás összefüggéseibe ez egy olyan eszmeiségnek a hangsúlyos meglétét és követelményét nem utolsó sorban tételezi föl, amire a jelenlegi helyzetben Magyarországon különlegesen szükség van, és aminek különösen nagy hangsúlya van, hiszen Isten, tehát a hit, a haza, a hazához való kötődés, a hazaszeretet és a családközpontúság, a gyerekeink sorsa, azok ebben a hármasságban egy olyan sajátságos ötvözetet alkotják a jövendőnek, egyáltalán annak az eszmerendszernek, amiben élnünk kell, hogy én úgy gondolom, hogy irodalmi összefüggésekben, a határon túli és a magyar irodalom egyetemleges összefüggéseiben erre talán a legeslegjobban van szükség, tehát én nagyon-nagyon örülök, hogy ez most a központi témája ennek az idei találkozásnak. Szidiropulosz Archimédesz a trianoni szemle folyóirat főszerkesztőjeként munkatársaival együtt évtizedek óta sokat tett és tesz azért, hogy nemzeti sorstragédiánk történéseit egy új megközelítésben hitelesen tárják a világ és a magyarok elé. Trianon a magyarságnak a legnagyobb tragédiája a 20. században, úgyhogy ha valaki magát magyarnak vallja, akkor erről nem feledkezhet meg soha. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön neki kell menni és a határokat megváltoztatni, bár ezt is lehetne mondani, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy erről tudnia kell mindenkinek, aki magyarnak vallja magát, és akinek valamennyire köze van ehhez a nemzethez. Márpedig akinek köze van a magyarsághoz, az Trianont nem felejtheti el, mert maga Trianon ma már a nemzeti összefogást, a nemzeti önérzetet erősíti, a nemzeti identitást erősíti. És önmagában már ez is elegendő ahhoz, hogy Trianonról ne feledkezzünk meg. Tari István, a kiváló újvidéki költő, a délvidéki magyar literatúra ikonja, a személyes találkozások, előadások és beszélgetések varázsa mellett az orosz-ukrán konfliktusról is szólt. Nagyon fontosnak tartom a személyes találkozást, mert a személyes találkozásokat semmi sem pótolhatja, és hát nagyon jó lenne, hogyha otthon éreznénk magunkat a Kárpát-medencében. A Kárpát-medencei magyarság most újból háborús helyzetbe került. Mi annak idején a délvidéken 30 évvel ezelőtt átéltük azt, amit most a Kárpátalján élő magyarok élnek át, és hát nagyjából ugye tudjuk azt, hogy micsoda iszonyatos infláció fog jönni. Tudjuk azt, hogy mit jelent a
katonai behívóparancsok előli bujdosás. Ők most nehezebb helyzetben vannak, mint mi, mert a számítógépes megoldások most lehetővé teszik azt, hogy hatásosabban vadásszák a bujdosókat. No, de ettől függetlenül az, hogy mi itt találkozhatunk, és tulajdonképpen más helyeken a Kárpát-medencei magyar alkotók ilyen összetételben nem találkozhatnak, egyáltalán az írók ennyien nem találkozhatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos lehetőség, és a királyi városhoz méltó módon tudjuk egymást is értékelni, megünnepelni, és a találkozásunkat úgy szintén nagyra tartani. Madár János az összetartozás felelősségét hangsúlyozva úgy fogalmazott, egy ilyen rendezvény a Trianon emlékezet és a jelenlegi határokon átívelő magyarság tudat kapcsolatát is erősíti. Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzet még inkább megkívánja, hogy a különböző indítatások, bár lényegét tekintő összetartozó emberek, különösképpen az írók találkozzanak, mert ugye Vörösmartitól tudjuk azt, hogy a néplélek összetartói, őrzői mindig is az írók, költők. Székesfehérvár egyébként is egy kiemelt központ irodalmi szempontból, hiszen Vörösmarti szellemisége, vagy éppen a reformkor nagy szellemisége, Vörösmarti Bajza, Kazinczy Ferenc és mások berzsenyi szellemét is ide kell idézni, amikor a határon túli irodalomról, vagy a határon túli élő magyarság sorsáról beszélünk. Most több olyan rendezvényen vettem magam is részt, ahol ugye a trianoni, hogy mondjam, soha be nem gyógyuló sebekről beszélünk. Tehát a mai rendezvény is egy ilyen, ahol Trianon szörnyű emlékeivel, de mégis kifejezve az összetartozásunkat, egy-egy régió vagy egy-egy irodalmi társaság, és ebben a Vörösmarty társaság nagyon is az élen jár, hogy felmutatni, megőrizni a magyar indítatást. Én ebben látom ennek a rendezvénysorozatnak, hiszen már sokat szor vagyok én is itt ezen a rendezvényen. Kondor Katalin, aki a kerekasztalbeszélgetés moderátoraként adott ívet a találkozónak, határozott véleménnyel van az irodalom értékválságának okairól. Az én véleményem szerint sokat minden tekintetben, mert hogy először is én a reklámot hiányolom, majd valószínű el is fogom mondani. Tehát mondok egy példát. Ha a orra alá tolom valamelyik barátomnak, a nekem járó egyébként, meg dolgozom is benne, hála Istennek, Aracs című délvidéki folyóiratot, ami négyszer vagy maximum ötször jelenik meg egy évben, akkor néznek rám, mint Rozika a mozikában, hogy jaj, hát ez ugyan már mi lehet, és akkor megmutatom, hogy milyen tartalmas, és hogy micsoda tehetségek szorultak tulajdonképpen a határainkon kívülre, akkor veszek egy mély lélegzetet, és ugyanezt el tudom mondani a Felvidékről, Erdélyről, meg széltében, meg hosszában, tehát a Párciumtól kezdve Felső Erdélyig, magyarul Székelyföldig, mind azt mondhatom, hogy tele vannak tehetséggel, és bár azt is nagyon jól tudjuk, hogy a kormányunk igen régen támogatja a határon túliakat mindenféle csodálatos beruházásokkal, lásd a Munkácsi kastélyt és a Turulmadarat, ami ugye nemrég keltett botrányt, hogy úgy mondjam, jogosan. Tehát annyi mindent próbáltak az összmagyarság érdekében megtenni, hogy úgy látom, hogy reklámra nem maradt idő, tehát az irodalomnak a reklámozására. A második napon Bobori Zoltán búcsúzott a közelmúltban elhunyt Lukácsi Józseftől, a Vörösmarty Társaság alelnökétől, aki az egyik kezdeményezője és létrehozója volt az Irodalmárok találkozójának. Majd a résztvevők megtekintették a Fehérvár Televízió kulturális magazinjában készült beszélgetést a kiváló közíróval. Szomorú feladat is. Most a határon túli magyar irodalom napjain föltétlen meg kell emlékezni Lukácsi Józsefről, aki hosszú-hosszú évekig aktív szervezője és részese volt a határon túli magyar irodalom napjainak. Nagy veszteség, hogy nincs közöttünk. Itt a teremben látható egy fekete zászló, november 4-e,
emlékére raktuk be a terembe, de egy pici darabja az a Lukács Józsefnek szól. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem lehet közöttünk. Bakonyi István is sok közös irodalmi élményt élt meg Lukács József társaságában. Nagyon érdekes egybeesés ez a néhány nap, hiszen ezzel a találkozó általában október 6-a köré szokott csoportosulni, de most november 4-e köré csoportosult. Így módon nyilvánvalóan, hogy a 56-os megemlékezés is fontos szerepet játszik ezekben a napokban, és hát sajnos még súlyosabbá teszi ezeket a napokat, hogy Lukács Jóskára emlékezünk, aki néhány héttel ezelőtt meghalt, és óriási vesztesége szerintem a, nem csak ennek a találkozónak a számára, hanem egyáltalán a Vörösmarty Társaság és Székesfehérvár életének a szempontjából is. Igen, egy fiatalon eltávozott barátunkat, embert idézünk itt ma meg, aki tényleg a város kulturális és közéletnek nagyon fontos szereplője volt, írt, előadásokat tartott, önkormányzati képviselő volt, és egy olyan szeretnő ember, azt hiszem, aki nagyon sokáig fog nekünk hiányozni. Péntek Imre a Fehérvár és a magyar irodalom egyik megkerülhetetlen alakja ezúttal a nyugati kortárs magyar irodalom jelenét vizsgálta. Örömmel jöttem, többszörösen, mert a 20 év után most már fehérvári lakosként tudok ezen a találkozón részt venni. Ahogy megláttam a programot, láttam, hogy nagyon gazdag, sokszínű a trianoni szemlétől kezdve a szociológiai kutatások mai állásánál fogva. Tehát nagyon sokszínű, gazdag program ez. És a második nap szerepelek én is, amikor láttam, hogy Zirig Árpád a felvidéki ügyekről fog beszélni. Láttam, hogy szabadon keressük a minket foglalkoztató témákat. Én a nyugati magyar irodalommal foglalkozom, mert ez egyik legrejtélyesebb, ezt a szót használom, legrejtélyesebb ága az ötágú sípnak. A nyugaton kiadott könyvekhez nagyon nehezen lehetett hozzáférni, 30 éven keresztül szinte, 30-40 éven keresztül különböző emigrációk sorakoztak fel nyugaton, de soha nem szűnt meg a párizsi magyar műhely, a új látóhatár Münchenben, tehát soha nem szűnt meg az alkotó erőknek a jelentkezése. Az idei találkozóról sem hiányozhatott Vári Fábián László, Kossuth és József Attila díjas kárpátaljai magyar költő kritikus, aki otthonról hazaérkezve osztotta meg gondolatait az elmúlt időszak történéseiről. Kényszerszünetek is voltak, de azon kívül is egyre nehezebb, egyre bonyolultabb időket élünk. A sokféle vírusokra rájött most még az ukrajnai háború is, és abból a régióból bizony most már elég nehéz útra kelni, elég nehéz megjelenni bárhol is. Koromnál fogva én azért még átjárhatok a határon, szabadon utazhatom, tehát itt vagyok. Itt vagyok, mert valóban fontosnak érzem, hogy a határon túli magyar irodalom napjai Székesfehérváron ne szűnjenek meg. A különböző régiókból érkezett kollégák, barátaim elmondják, beszámolnak a saját problémáikról, és azt láthatjuk, hogy ezekben a problémákban nagyon sok a közös. Tari Istvánnal például arról beszélünk, hogy a szerbiai háború, amely már elmúlt ugyan, de a hatásai még máig érezhetők, és az ukrajnai háború között mik a különbségek és mik a hasonlóságok. Hát sajnos a hasonlóság is nagyon sok, és a következményei is hasonlóak lesznek, azt látjuk, és ez szomorú. Azonban az irodalomnak, a művészetnek élnie kell továbbra is, és ez a fórum azért jött itt egybe, hogy egymást erősítsük, egymást bátorítsuk, és műveljük a magyar irodalmat, a magyar kultúrát. A résztvevők idén is teljesítették küldetésüket, a magyar nyelv egyetemességének szolgálatát, és hitet tettek a magyar szépróza és vers fontossága mellett, itthon és a határon túl.
A Nemzeti Gyásznapon halottak napig koncerttel emlékezett a hősökre az Albarégia Szimfonikus Zenekar. A Szent István Bazilikában Mozart requiemjének dallamai csendültek fel. November 4-én pénteken a Nemzeti Gyásznapon a Szent István Székesegyházban Spány Antal megyéspüspök halottak napi gondolataival erősítette meg a közös gyász fontos pillanatait. November az ember számára az emlékezés ideje. Különösen is november eleje az, amikor temetőket járjuk, halottaink emlékét idézzük, amikor visszaemlékezünk azokra a kapcsolatokra, a szeretetnek azokra a megtapasztalásaira, amit azokkal kapcsolatban élhettünk meg, akik már nincsenek hozzánk közel, akik befejezték a földi életet. Ilyenkor ki hite, meggyőződése szerint emlékezik, imádkozik, de mindenki elcsöndesedik, gyertyát gyújt, és valahogyan idézi az örök világosság emlékét. Mi is ezt tesszük ezen az estén is, emlékezve nem csak saját szeretteinkre és halottainkra, hanem azokra a hősökre, akik a magyar szabadságért, a forradalomért, a magyarság eszméjéért áldozták az életüket, akiknek fontos volt a Szent Istváni örökség, akiknek fontos volt az az eszme, amelyről azt mondjuk, mi Mária országának vagyunk a hívei. Ezen az estén emlékezünk, imádkozunk, és ebben segít bennünket az a nagyon csodálatos és különlegesen értékes alkotás, amelyet majd hallunk, a latin gyászmisének a megzenésítése. Engedjük, hogy lelkünket gyógyítsa, szívünket erősítse mindaz a dallam, amelyet itt találkozunk, mindaz a szív, amelyet Isten ajándékoz nekünk vigasztalásul és erősítésül. A méltósággal megért múltat az 56-os hősök emlékét, akik életüket áldozták a hazáért, Varga Tamás, országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter helyettes idézte meg. Október 23-a az ünnep napja volt, a mai nap a gyász napja, amikor megemlékezünk a forradalom áldozatairól. Megemlékezünk azokról a magyarokról, nőkről és férfiakról, akik a lehengerlő és hatalmas túlerőben is vállalták az életüket veszélyeztető kockázatokat, hogy síkra szálljanak a magyar szabadságért, hogy megküzdjenek a magyarok szabadságáért. Akkori bátorságuk szinte felfoghatatlan a számunkra, hiszen 1956-ban a terror és a szovjet megszállás már hosszú évek óta folytogatta Magyarországot. És azt hiszem mindannyiuk számára egyértelmű volt, hogy mi vár azokra, akik szemben el megszállni a kommunista hatalommal. Bátorságuk és elszántságuk olyan példa számunkra, amely erőt ad ma, hogy a ma nehézségeivel szembenézhessünk. És a püspök atya is elmondta, a mai nap mindösszesen két nappal követi halottak napját, azt a napot és azt az időszakot, amely az életünkben az emlékezés időszaka. Halottak napján, előtte és az utána következő napokban megemlékezünk szeretteinkről. És mi lehet az életünkben, ami erőt ad ezekben a napokban? A válasz azt hiszem egyszerű, a hitünk és az emlékeink azok, amelyek megnyugvást nyújtanak ezekben a napokban. A temető gyertyái, a csönd, a család emlékező meghittsége, és a mai hangverseny itt ebben a gyönyörűen megújult bazilikában mind-mind hozzásegítenek minket, hogy ma békét lejjünk az élete riasztó kényszerűségében. Ma Wolfgang Amadeus Mozart requiemjét fogják nagyszerű fehérvári művészek értően tolmácsolni. És ez a zene kétszeresen a gyászról, a halálról
és az elmúlásról szól, hiszen Requiem gyászvise. És az a mű, amit Mozart szinte a halálos ágyán komponált. Az utolsó tétel, amely szinte egész ében az ő műve, a Confutatis, és az azt követő Lacrimosa már a búcsúzó művész néhány taktusa. Ezt követően felcsendültek Mozart örökbecsű műve, a Requiem dallamai, Dobszai Péter vezényletével az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Halottak napja alkalmával rendezett hangversenyén. Azt gondolom, hogy minden évben ez az egész novemberi hónap, és ennek is az eleje, elsője és a Székesfehérvár számára a negyedike hagyományosan a zenekari Requiemnek a megszólalásának a napja egy nagyon fontos és tartalmas nap. Az alapvető és közösen mindnyájunkra vonatkozó szomorú élményeken túl személyesen is mindenki saját halottjaira gondol, és mi előadóként pedig arra is gondolunk előre, hogy folyamatosan készülünk arra a pillanatra, amikor itt hagyjuk majd ezt a világot. Mozart Requiemjének bármennyire is csak csíráit írta maga a szerző, és bármekkora részt is vállal Süssmayer, az ő tanítványa a műnek a befejezésében, mégis olyan megkérdőjelezhetetlen mélység és nagyság van, ami miatt nem lehet elégszer előadni. Úgyhogy egy nagyon szép feladat az, hogy ma itt lehetünk közösen Székesfehérvár kórusaival együtt. A zenekar partnerei a neves énekes szólisták mellett a fehérvári felnőtt kórusok, a Vox Mirabilis és az Alba Regia vegyes kar voltak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.